Na, üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, itt vagyunk ismét egy újabb GTA San Andreas epizóddal. Folytatjuk a végjátszást, sikerült megcsinálni az utolsó előtti mutatványt az autós iskolában, úgyhogy most azzal is kezdenénk a dolgot, hogy a legeslegutolsó feladatot, a városi vezetést, el is indulok, megcsinálnánk. Hogy is van? Igen, már csak ez. Jó, igen, ennyi. 2 perc alatt kell megcsinálni. Már megyünk is. Igazából nem egy vészes dolog. Végig kell menni egy útvonalon, ugye? Hát körülbelül de oda Gizik, nem is, a Pier 69 köré kell lemenni. És... nem kell elmenni Gizék felé, de arra fele. Itt lejövünk a, hát erre a nagyobb útra, ami ott lent van, és ugyanott jövünk vissza. Majd a repülőtér előtt pár izével fölkanyarodunk és vissza az autós iskolához. És igazából ennyi ez az út. Látjátok, itt is, itt van a fele. És akkor innen megyünk vissza. Eludáljába az meg. Ó, oh, bocs. Azt nem tudom még, hogy mennyi küldetés fog beleférni ebbe a videóba, de szeretném azért megpörgetni. Ha jól emlékszem, akkor az autós iskola, hogyha kész, akkor utána lehet majd csinálgatni a mellékküldetéseket. De nem vagyok már benne biztos, így emlékszem, hogy utána már hívogatnak, hogy valami, de majd meglátjuk. És akkor itt is vagyunk, szávasztok! Driving skill plusz! Driving skill megint csak sok plusz. Jó, kész. Látjátok. Minden megvan. Igazából nem lett mindegyik arany, de ugye nem is kell, hogy mindegyik arany legyen, ugye legalább bronzot kellett elérni. Úgyhogy... úgyhogy, ja. Add ide a motorodat, bassz meg, ezt nem kell ízélni. Jó, és akkor... nem is tudom már, mi ez a küldetés, ami itt jön. De először is elmentem a játékot, ez fontos. És... nézzük csak. Ja, oké. Oké, megvan. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for, by the helipad downtown. In Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Hát nem is sem bazd meg, ez a nagy szar. Na és akkor most megyünk a helipadjához a Torinónak. Az igen! Még a motorszkijeink azért nincsenek annyira rendben, hogy... ne essünk le a motorról. Hát én itt átmegyek, leszorom. Mondom, átmegyek. Mondom, nem történt semmi, jó? Jó, és akkor igazából itt azt tudjuk csinálni, hogy sniperrel itt szedegetjük őket. És akkor nem akkor kell velük baszakodni, amikor... jó, fasz tökény. Ne üss már, ne bazd meg. Ó, oh, van még egy. Az RPG, azt majd fel kell venni. Bazd meg.
Na csak itt meg van pár ember. Mondjuk jó lenne. Dögölj már meg, hát a faszomat. Jó, és akkor itt most elmegy a helikopterrel. Én megkövetem. Csak hát föl kéne venni az RPG-t. Micsoda ugrás volt, kérem szépen. Na, az meg. Majd már fel a motorra. Az, már mint hogy. Hol van a helikopter? Bazd meg, olyan elő van, ez akkor menni kéne. De baszódj már meg. Na jól, lelövöm, leszarom, hát ha eltalálom. Aztán utána megyek, hogyha még nem dögötnek. De meghalt, meghalt, heli hell. Mi a fasz van? Nice, GG. Sikerült. Jó. Jó, hát akkor... Ez megvolt, akkor igazából... Oké. Akkor igazából... Hát vúzis küldetéseket kéne csinálni. Na itt is vagyunk a buzinál, és akkor már csináljuk is az első küldetést. Idióta, bazd meg. I'm Johnson, I'm here to see Woozy, I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? Yeah, yeah. He was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Most meg bemegy CJ, és olyan hülye. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? How you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboy. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it's my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. Alright, I'll ride with you. Aztán oda megyünk, ez mi lesz? We'll need a ride. Mine's getting some body. Alright, don't trip. Mi a fasz van, bazd meg. The feather triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of biz? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble here. This is a place. Come on, it's this way. Get him out. Now, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. This way. Strange.
strange, this gate is usually locked. Stick close. Így a vihar az még nagyon jó jön ehhez pluszban. Oh, man. Woozy, what's got you so spooked? Szegény. Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Hát jönnek. Here they come again. The triads must have vengeance. Hát ezek kapták, baszki. Igazából az a baj, hogy csak ezzel tudok menni rájuk. Hát így egyesével kapják a fejesüket. Melkasba, mindenhova. Bazd meg leg... Jogi van, Woozy. Ennyit a felesleges erőszakról. Azok ott állnak, mint fasz a lakodalomba. You lost the will to live yet? Hát ez nagyon jó volt. Micsoda muzsika. Takarodjál. Én vezetek. Fel is gyújtom őket. Csá, bazd meg. Lerázom őket, aztán... Aztán kész. Azt se tudják, hol vannak. Na. És mi van? De most nem lehet őket verázni? Vagy most mi a fasz van? De... Takarodjatok már, hát a faszom, akkor most menjek megölni őket? Vagy mi van? Jó, hát akkor megöljük őket, bazd meg. Geci! Csá! Majdnem maxos az SMG skill-em. Kösz, pusz! Pussá befele. Megcsinálom a következő küldetést. Ami... Jaj, ez az idióta gyerek. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu. Ron Fa Lee. He heads the Ron Red Gable Tongue on the West Coast. How you doing? Ah-Ah-Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport.
It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danann boys. Okay. Thanks for your support. Vuzi, kicsit beakadtál, bazd meg, Vuzi. Mi van? Lefagyott. Na, ha el kell hoznunk ezt a... ...izét, kocsit a... ...repülőtérről. És akkor... ...ha valami garázsba kell elrakni. Aztán igazából ennyi ez a mission. És utána, hát a fasz tudja mennyi ilyen buzis mission van összesen. Szerintem még kettő vagy három. Hoppa. Na mindegy, az a lényeg, hogy van még azért ott küldetés, szóval majd vissza kell menni oda. Bocs. Hopp, egy kis kerítés. Egy kis duda. Ne dudálj vissza, lelőlek. Csak én dudálhatok. Ups, bocs. Jó, ott is vagyunk. Figyelj, leparkom nekik itt, rohadjatok meg. El nem toljátok, bazd meg. Akkor mégis. Na, menjünk, kapcsoljuk ki ezt a szart, és hát azt hiszem itt igen. Jó. Nem kéne összebaszni nagyon az autót, úgyhogy próbálok normálisan kiérni innen. Tényleg? Jó, és jönnek itt motoros faszok. Ezt el is ütöm a gecibe. Na, hát ez ennyi volt. Köszönjük szépen. Ez a másik fogyatékos, ez meg... Hol van? Ja, hogy egészen oda leizéltek. Hát akkor ezt igazából lehagyjuk simán. Még talán valami hülye gyerek jön a városba, aztán ennyi szerintem. Le kéne jönni. Hát még ugye nem tudunk átmenni a túloldalra. Az igen, az szép volt. Átjött az izé táblán. Meg a lezáráson keresztül. Jó, hát ezek a motor, igen, itt jön ez a fasz. Csá. Jó, hát akkor ennyi, kész. És csak le kell vigyük. Azért még egy jön? Vagy kettő jön a városba? Vagy mi a fasz van? Jönnek mögöttem is, rohadjanak meg. Mit visítasz? Még egy? Hát bazzeg, mennyien jönnek ezek? Na mindegy, itt vagyunk. Igazából teljesen mindegy. Jó. Jó. Hát akkor az ennyi volt ez a küldetés, ezt le is rúgjuk a gecibe, ezt a... Öpsze, gyoszlop!
Jó, és akkor most igazából folytatni kéne. Kösz. Egy buzis küldivel. Hát te oldalim. Szegény. Szóval folytatni kéne. Ja. Csak elmentem előtte a játékot. Már ha nem esik pofára ez a motorral. Na, nem tudom melyik buzi hívott, de... Jókor. Szerencsétlen. Na most, de bazd meg, Caesar az ilyen fosokkal már ne is hívjál. Agyfasz kapok. Majd fölhívnak újra, hogy se nagyon fontos. Akkor nem hívnak, bazd meg. Hát akkor csinálom tovább a küldetést, leszállom. We should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. Ja, jó, megvan, mi melyik küldi ez. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, kurva anyád. As they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safe. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Kösz szép. Ez success lesz. Semmi más nem lesz, mint success. Kussolsz, mondom kussolsz. Az meg. Na, szóval. Szerintem, ugye most ki kell menjünk a vidékre. Viszont előtte szeretném egy kicsit föltuningolni az autót, mert kell. Szerintem ez a mission, ez legalábbis nem kell, de... De... Érdemes, az be... Ja, Angel Pine-ba kell menni, jó. Szóval én szeretem feltuningolni ez a missionhez ezt az autót, és... Fakint ilyeneket is, ha már itt vagyok. De alapvetően a motor, meg a nitro kábelem, meg egy új gumi. De akkor már minden start rakok rá, ha már itt vagyok. Ilyen színű legyen. Fekete. Az a baj, ez a fekete fehér, ez jó lenne, vagy valami ilyesmi, de olyan koszos bazd meg. Ez a full fekete, ez meg... Ez se rossz amúgy, de... Amúgy a... Meg ez is jól néz ki, legyen ez jól. Nitro, roof... Spoiler, nézzük. Hát még ez a második néz ki a legnormálisabban, úgyhogy szerintem legyen ez. Jó kerék, offroad kell, mert... terepre megyünk nagy részt, de amúgy van mindenféle. Egy kis basszus boost. És akkor elindulok kifele, és szerintem itt most vágok egyet, hogy ne unjátok szétvételetokat, mert ez egy hosszú út lesz. Jó, és akkor itt vagyunk, igazából innen fog indulni a banzáj. De szépen beállunk, és akkor várjuk, hogy jöjjenek ezek a farkincek. Rányomom a nitrót, bazd meg, utol nem élnek. Előjé! Ez ragad, bazd meg a seggembe, mint a gyurma. De most itt le fognak maradni.
Az a lényeg ugye, hogy írja is a játék, hogy ne sérüljön túlságosan az ajtó, meg a minden, mert akkor ugye át tudnak rá látni, és akkor észre tudják venni, hogy nem nincs senki hátul. Ezért kéne itt elhúzni tőlük, hogy akkor ne is tudjanak lőni. Úgy látom, hogy sikerül azért. A offroad kerék is segít valamennyit. És kimegyünk az autópályára, és igazából itt megyünk tovább, és itt le is fordulunk, és itt van egy ilyen shortcut, és utána az autópályára fogunk visszakanyarodni, és akkor úgy megyünk vissza Angel Pine-ba. Vagy nem is, nem Angel Pine-ba, hanem na, ami Angel Pine előtt van, az a kis benzinkútszerűség, ott fogunk megállni, és akkor ott bevárjuk őket, és akkor ott rájönnek, hogy hoho, át lettek baszva, és addigra már ki lettek menekítve azért. Ramfali, vagy hogy az Istenbe hívják ezt a hülye gyereket, amelyik ott morog, mint egy... Az igen, az repülő volt, bazd meg. Szóval a morgót, meg a fogyatékos tolmácsát. És akkor ennyi. Aztán is rakom ezt a kocsit szerintem a garázsba. Jó lesz így terepes izének. Én oké vagyok. Mr. Ramfai Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later. Szívesen. It's Decoy! Back to Chinatown! Ja. Hát akkor mi is megyünk vissza. És igazából igen, menjünk vissza a búzis küldetéshez. Akkor itt vagyunk, Amphibious Assault. Ugye megcsináltam a izét is. I need someone from outside the triad who I can trust. Alright, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen. Yeah, I used to know. When I was a kid, swimming off to Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Horror like that stays with you for life. Believe that. Let's make you some. I have a confession to make. I'm blind. No shit. No shit. Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. Alright, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Jó, szóval. Akartam mondani. Ja, hogy megcsinált, tehát hogy elértem egy ugye egy bizonyos szintet a tüdőkapacitásomat nagyon fölfelesztettem, aztán így mondom, ezt is megcsinálom a videó alatt, és akkor egyből tudjuk kezdeni ezt a küldetést is. Mert ugye ez az kell, mert úszikálni kell.
Jaj, majd át kell állítani, amikor beugrok a vízbe. Be kell kapcsolni a frame limitert, mert különben nem tudok leúszni a víz alá. Ez meg. Mindegy, fölborultunk, de megérte ez. Ez aztán olyan mutatvány volt, hogy... Hopsz, egy tábla. Hopsz, ide kéne jönni. Beparkolunk, azért normálisan, nem vagyunk parasztok. Ide kell jönni. Hát vannak itt ilyen farkincák, akik őrizgetnek. Na. Látjátok, így nem... Meg ugye az is van, tehát egyrészt így nem lehet leúszni, másrészt meg nagyon lassan megy előre gyors utcásba, úgyhogy hol a faszomba? Jaj, itt van. Oké. Szóval... Csak így lehet megoldani sajnos. És akkor így már le lehet úszni alulra. Amúgy egy idő után meg lehet szokni, tehát... Nem az van, hogy leugrik 30 FPS-re, hanem mondjuk ilyen 40-50, de mondjuk így a víz alatt látjátok, nem nagyon érződik azért, hogy... Tehát itt azért 60-nak érződik, meg stb. Inkább itt a víz, tehát a gyors úszásnál érződik az, hogy azért kicsit le van kepelve, de... De nem vészes igazából, abszolút nem vészes. Na már lőnek. Mondjuk azt nem tudom, hogy amikor lejövök a víz alá, meg hogyha megállok egy helyben a víz felszínén, akkor úgy van, hogy nem látnak. Csak hogyha víz tetején úszok gyors úszásban, akkor kéne, hogy lássanak. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van. Na, most nem lőnek, jó. Hát akkor megyek be az meghez. Na, most már lő. Híbe az meg a fény. De mi a faszérlő a víz alatt? Mi a... Honnan lő? Most már azért visszakapcsolom, mert... Minél több FPS, annál jobb. Ah, mennyivel jobb, úristen! Jó, ezt most nem láttátok, jó. Az a baj, annyira érzékeny ez a szar sensitivity, hogy messzire alig lehet vele lőni. Tehát, hogy ha leveszem a szenzit, akkor közelre nem lehet irányítani. Mert egyszerűen... Bazd meg. Bazd meg! Szóval, annyira szar, tehát, hogy közelre szar, hogyha leveszem a szenzit, mert hogy alig lehet... irányítani, tehát... 8 métert kell húzni, hogy egyáltalán egy centit elforduljon. Mi a faszt akarsz? De messzire meg olyan érzékeny, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy nem lehet normálisan beállítani szenzit, mert ha leveszem, hogy tudjak normálisan lenni messzire, akkor nem tudom forgatni a kamerát. Ha meg egy picit följebb veszem, hogy normálisan tudjam forgatni a kamerát, akkor meg messzire nem tudok célozni normálisan. Szóval így... Hát fuck yeah. Én igazából én azt mondom, hogy itt leugrok, az csá. Anyád.
Most nem vettek észre, vagy mi a fasz van? Na azért. Ennyi volt, kész. Megint kikapcsolom mindjárt a limitert, mert azért na, csak sokkal folyamatosabb. Aztán igazából szerintem ennyi lenne ez a rész, majd folytatjuk a következő vuzis küldivel. Ja, úgyhogy ennyi lenne ez a rész. Szerintem azért izgalmas volt, voltak jó küldik, stb. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte a videót. Ha tetszett, nyugodtan nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára a további ilyesmi tartalmakért. Technikai okok miatt késik ez a videó egyébként, ezt ti már láthatjátok. De... most már jönni fognak azért szép lassan a következő részek szerintem, talán, nem tudom, majd kiderül. De ja, ennyi. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a részt. Innen fogjuk folytatni. Addig is. Szevasztok!